300 indulóból a negyedik helyen végzett dr. Gulyás Gábor praxisa, az év praxisa a Kárpát-medencében 2018 pályázaton. A díjátadón kiemelték, hogy magasan a nyíregyházi praxis kapta a legtöbb ajánlást az országos mezőnyben, amihez én már is szeretnék gratulálni vendégeinknek. Köszöntöm a stúdióban dr. Gulyás Gábor házi orvost és Pócsiné Juhász Andreát, körzeti ápolónőt. Kedves nézőknek szeretném mondani, hogy mint 20 éve a körzet betege, megengedem magamnak, hogy abban a tegező viszonyban beszélgessünk a következő 10 percben, ahogyan azt az elmúlt évtizedekben is tettük. Én, ahogy említettem, azon szerencsés paciensek közé tartozom, aki ha úgy hozza az életem, hogy orvoshoz kell fordulni, vagy éppen ápolónőhöz egy vérvétel miatt, akkor veletek találkozom. Mi kellett ahhoz, hogy ezen a pályázaton a körzet részt vehessen? Ez egy érdekes pályázat. Nem mi pályáztunk rá, tehát nem az orvos, illetve nem a munkatársaim. A betegek pályázzák a házi orvosukat a egész országból, illetve a Kárpát-medencén túlról. Nekem konkrétan a szomszédom szólt, hogy benne vagyok a Kelet-Magyarországban, hogy a betegem, több mint 20 betegem jelölt erre a megmérettetésre, és utána került sor egy, tehát miután bekerültünk a ajánlások alapján a legjobb 10-be, utána volt egy internetes szavazás, ahol az adott orvosra a betegei kedvük szerint, illetve szimpátiájuk szerint szavazhattak. Korábban nem tudtatok erről a pályázati lehetőségről? Én hallottam róla, illetve láttam is kollégákat kicsit a Facebookon, meg egyéb portálokon reklámozni magukat, de mélyebben nem. A 300 induló az lehet, hogy tavaly kevesebb volt, lehet, hogy jövőre több lesz? Erről mit tudtok? Igen. A díjátadón elmondta az elnök asszony, hogy minden évben, azt hiszem 2011 óta van ez a pályázati lehetőség, és hogy minden évben egyre több orvost jelölnek, és azok közül jutnak be az első 10-be a határon túl, határon belüli orvosok. Hány betege van a körzetnek, Gabi? A körzetünk a nagy létszámú körzetek közé tartozik, kb. 3000 betegünk van. Ennek megfelelően a színvonalas ellátást igyekszünk nyújtani, ezért a praxisban tevékenykedik két háziorvos szakorvos, egy körzeti ápolónő, illetve egy asszisztens. Ha megengeded, akkor a kollégáimat, akik nincsenek jelen, név szerint megemlíteném. Dr. Márhoffer Éva, illetve Nagy Ildikó orvosasszisztens is részesülje ennek a sikernek. Amikor kiderült számotokra, hogy benne van a pakliba, hogy itt akár az élmezőnyben végezzetek, ami végül meg is történt, onnantól azért kezdődött az izgalom, az izgulás, hogy most akkor ennek már mi lesz a kimenetele? Őszintén megmondom, igen. Tehát onnantól kezdve, hogy láttuk és nagyon-nagyon jól esett a betegeinknek, a betegeimnek ez a támogatása, elolvasván a méltatásokat. Szerintelenség lenne ezeket idézni, el lehet olvasni őket a verseny portáján. Nagyon jó érzéssel töltött el, hiszen nem mindig kapunk pozitív visszajelzést a mindennapokban a betegektől. Csináljuk a rutin dolgunkat, de nyilván nem is várunk ezért dicséretet. Ez nekünk most egy nagyon kellemes élmény volt. Hát ellent mondanék neked, mert valószínű nem rutinszerűen csináljátok, hogyha mégis ez lett a vége. 20 éve csinálod ugye a munkádat. 20 éve végeztem az egyetemen, igen, és 20 éve dolgozom nyíregyházán házi orvosként. És ennek a jubileumnak a kapcsán azt elmondhatjuk, hogy ebben az esztendőben azért más megtiszteltetés is ért, itt nevezetesen a címzetes orvosi címe. Igen, ez Nyíregyháza városnak egy kedves, illetve hát méltányolandó, részünkről méltányolandó elismerése. Egyszerűen ők is elismerik azoknak az orvosoknak a munkáját, akik nem mennek el külföldre, nem mennek el másik városba, hanem a nyíregyházi lakosokat gyógyítják, és 20 év után ezt nekem is sikerült megkapnom.
Nos hát a te 20 évedből 15-öt együtt közös munkában töltöttetek el, és az az érdekes helyzet áll elő, hogy ebben a körzetben, ami nyilván jóval régebbi, Andrea régebb óta dolgozik, mint te. Így van. Hány éve is? 26. Mert hogy előtte... Dr. Gulyás István házi orvosnál kezdtem. Igen, a doktor úr édesapjánál. Igen, így van. Meg szeretném ezt is említeni, hogy a beírások során, az orvos minősítések során nagyon sok beteg kiemelte édesapámnak a emlékét, illetve az érdemeit, ez is nagyon jól esett nekünk. Gyakorlatilag ő alapította ezt a körzetet. Ketten már 40 éve gyújtjuk Nyíregyháza lakosait. Gratulálok. No, hát térjünk vissza Andreához. Azt gondolom, hogy ő abban a kis mini laborban elég sokat tevékenykedik, ami, ha jól tudom, nincsen minden körzetnek. Nem csak ez az eszköztár, hanem... Hát a vérvétel, ez szerintem így az ápolónőnek egy ilyen szerelme. Aki szereti csinálni, az bevállalja. Akinek más elfoglaltsága van, az azt mondja, hogy menjenek a betegek a laborba. Meg lehet ezt mondani, nyilván meg lehet mondani, napi átlagban hány pacienssel találkoztok a körzetben? Uborka szezonban vagy, mikor? Hát mondjuk akkor uborka szezonban is. Akkor olyan 70-80, és amikor egy influenza járvány van, azért 120-130 fő, akit két orvos és két asszisztencia ellát. Azt is mondjuk el feltétlenül, hogy az elmúlt esztendőben 2017-ben a kiemelkedő egészségügyi munkát végző személyeket ugye elismerik, és a Te Babis díjat kaptál az eddigi tevékenységedért. Ha jól emlékszem, akkor magát, a munkát is ebben a körzetben kezdted el, ezt a tevékenységet. Igen. 92. márciusában, így van. Ez az első munkahelyed? Hát gyakorlatilag igen, a kórházban volt egy pár hónap, de igen. A szakmai díjak is nagyon fontosak, de ahogyan doktor úr is mondta, nyilván arra nem számít, vagy nem várja el az egészségügyben dolgozó, hogy a beteg feltétlenül megköszönje, amit tesz. Úgyhogy azt gondolom, hogy ennek a díjnak, amit a múlt héten Budapesten vettetek át, talán ez még egy adaléka, egy fontos adaléka, hogy ugye úgymond alulról jövő és maguk a betegek generálták ezt az egészet. Ezt érzitek a hétköznapokban, hogy hálásak? Igen. Vagy sokfélék? Hálásak. Nem azért megyünk be dolgozni. Szóval nem a hálát várjuk azért, hogy mi dolgozunk, hanem ez a munkánk, és aki szereti csinálni, az bemegy reggel is, vagy délután is, zárásig. Lehet olyat mondani, hogy egy körzet nehéz körzet, vagy könnyebb körzet, vagy ez egy butaság? Van. Igen, van olyan, aki... Van ilyen is, igen, meg van igen, olyan is. Problémásabb, simulékonyabb betegek. De szerintem ez összetétele. Attól függ, hogy most a nyíregyházi városközponti körzetben mész be, vagy egy kisvárosi kétkörzetes körzetnek az egyikébe, vagy elmész egy kis faluba, ahol három falut helyettesít egy körzeti orvos. Szerintem itt a nehézségi fok, ez itt kezdődik. Ha megemlítitek, akkor megemlíteném a verseny kapcsán, hiszen ez egy megyei televízió, a Nyír Mihályi kollégát, aki 5. helyezést ért el ebben a versenyben. Ő a nehéz körzeteknek egy nagyon jó példája. A betegeinek a 80%-a roma. A doktor úr nagyon régóta dolgozik ezen a településen, és nem költözött el onnan, sőt romául tanul, hogy megértesse magát a betegeivel. Nos, lejárt az időnk, a beszélgetésre szánt időnk, viszont a legvégén annyit szeretnék kérdezni, hogy tehát azt a érzést, azt a pillanatnyi érzést, amit ott azért a díjátadón éreztetek elsőként, Gabi, aztán Andi? Egy nagyon kedvező visszajelzést kaptunk a munkánkról. Elmondhatom azt, hogy egy nagyon-nagyon nagy löketet kaptam a hátralévő, remélem hosszú évtizedekre, hogy folytathassam a gyógyító munkámat. Andrea? Én izgultam, de azt mondta a doktor úr, hogy a második sorban van a helyünk, és biztos, hogy jó helyen fogunk végezni. És így reméltem, hogy akkor a jó hely az első öt
valamelyik helye lesz. Hát a megérzésetek jó volt, sikerült ez a negyedik hely, amihez én még egyszer gratulálok, és nagyon jó munkát kívánok a körzetnek. És köszönöm, hogy eljöttetek a stúdióba. Köszönjük, hogy itt láttam.